Vasárnap, augusztus 25. Az irgalom istene. Így szól az Úr. Jókedvem idején én meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Ézsaiás 49:8. A betegeim gyakran hallgatták tőlem a következő kijelentéseket. Túl nehéz súlyt emelt föl, túl sokat evett, nem mozog eleget, a szabályok áthágása miatt került ma műtőbe. Teljes erőbedobással dolgoztam a sebészeti osztályon. Ügyeletek, tervek, diákoknak tartott előadások töltötték ki az időmet. Beteljesült személyes és családi életem nyugodt mederben folyt. Teherbe esésemet is természetes dolognak vettem. A 12. hétben azonban szörnyű hírt kaptam. Megállt a magzat fejlődése. Heteken át sírtam. Le voltam sújtva. Különböző vizsgálatokat végeztettem el, a híres professzorokat kerestem fel, de mindenki csak a vállát vonogatta. Kérdőre vontam Istent, hogy miért velem történik ez a katasztrófa, hiszen én segítek az embereknek. Lassan-lassan visszanyertem a lelki egyensúlyomat, és reménykedtem, hogy az Úr mégiscsak megáld egy gyermekkel. Bizakodó voltam. Évek múltán újból teherbe estem. Aztán az egyik május 1-én, pénteken, amikor a 8. hétben voltam, olyan hírt kaptam, ami felidézte korábbi szenvedésemet. Megállt a magzat fejlődése. Újabb kudarc. Elcsüggedve, fájdalommal telten, sötétben töltöttük a szombatot. Hálószobánk lesötétítve maradt, így a helyiségbe csak néhány halovány fénysugárnak sikerült bejutnia, mintha új reménységet akarna nyújtani számunkra. Kértem Istent, hogy mutassa meg, hol hibáztam. Vajon a betegeimhez hasonlóan én is áthágtam valamely szabályt? Erről beszélgettem az egyik munkatársammal, amikor így szólt hozzám. Adina, a stressz az egyik leghatékonyabb fogamzásgátló. Ha nem teszed rendbe az életedet, nem hiszem, hogy valaha is gyermeket fogsz szülni. A stressz egyenlő az Istenbe vetett hit hiányával, az illető nem hiszi, hogy Isten mindenre képes. Jókedvem idején meghallgattalak, és a szabadulás napján segítettelek. Mátiás már 3 éves. Azt szokta mondogatni, hogy neki Isten szólt, hogy nálunk kell megszületnie. A kisfiunk nem is tudja, hogy milyen nagy igazságot közvetítenek a szavai. Még ha tévedtél is, ne feledd, hogy Isten az ő jókedvének napján meg fog hallgatni, és a szabadulás napján meg fog téged segíteni. Gyönyörű ígéret!